A Ferencváros, az angol West Ham Bromwich és a Fulham ikonja azt mondta, a hitének köszönheti életét, így karrierjét is. Az én történetem az, hogy futballista Gera Zoltán megismerjék, ahhoz vissza kell menni az időbe. 16 éves koromban úgy. Nem azt mondom, én találtam rá Istenre, hanem ő talált rám. Ugye egy Isten tisztelten keresztül szólított meg engem Isten maga, Jézus Krisztus, és az ő hívását elfogadva tényleg átadtam az életemet neki, amikor 16 éves voltam, és onnantól kezdve mondhatom azt, hogy Istennel járok, az ő útjain próbálok, az ő útmutatása szerint próbálom élni a hétköznapjaimat, családommal együtt. Gera Zoltán azt mesélte, azután kezdett futballozni, hogy helyreállt az élete, hiszen fiatalon mindent kipróbált, az alkoholt, a cigarettát és a szerencsejátékot is. Szerinte, ha nem talál rá a hitre, akkor elveszett volna, és nem csak a futball számára. Így viszont sokan Puskás utódjának tartják. Vannak szélsőségek, meg túlzások az emberrel kapcsolatban. Én ezeknek nem tulajdonítottam ugye túl nagy dolgot, inkább tettem a dolgomat, élveztem a futballt, a labdarúgást, és az volt a célom, hogy örömet okozzak a játékommal az embereknek, és azt láttam, hogy nagyon sok szeretetet tapasztaltam a szurkolóktól, ugye amikor kint játszottam Angliába, akkor is folyamatosan kint voltak a stadionokban magyar zászlók, és ez mindig büszkévé tett. Az est egyik házigazdája, Damina László, a Hévíz SK szakosztályvezetője azt mondta, Gera Zoltán egész élete érdekes, és arra törekedtek, hogy ezen az estén másként mutassák be, mint az megszokott. És ezzel példát is igyekeztek mutatni a fiataloknak. Hogyha valakinek van tehetsége, és a szorgalommal párosul, akkor ég a csillagos határ, akkor merjenek ezek a gyerekek álmodni. Ha ez a kettő faktor megvan, akkor bármilyen kapukat ki lehet nyitni ezzel a két faktorral, úgy gondolom. Gera Zoltán teljesítményét világklasszisok is megsüvegelték. Lothar Matthäus, a német labdarúgás ikonja, aki magyar szövetségi kapitányként dolgozott együtt vele, például ezt mondta róla. Ösztönös tehetség a jelenlegi magyar labdarúgás legnagyobb kincse. Olyat tud a labdával, amit nem lehet megtanulni.